Mint minden évben, most is a nyár közepén tartandó Művészetek Völgyén a Kapolcs Fesztiválon voltam. A barátaimmal épp egy délelőtti koncertre mentünk, amikor megláttam a tömegben egy öreg nőt, aki annyira ismerős volt, hogy nem bírtam levenni a tekintetem róla. Mivel eléggé erős a képzelőerőm, így rögtön 1000 dolog jutott az eszembe, hogy ki is lehet ő. Hirtelen egy érzés öntött el. Muszáj utána mennem, muszáj hozzászólnom, meg kell tudnom, ki is ő. Valahonnan ismerem ezt az arckifejezést. Összeráncolt szemöldök, kicsit durcás arc, én is mindig így nézek, ha rossz kedvem van. Szóltam a barátaimnak, hogy mindjárt jövök, és határozottan elindultam az idős nő felé. Körülbelül úgy nézhettem ki, mint a filmekben a rendőrök, amikor üldözik a tömegben a rossz fiút. Egy pillanatra vettem le a szemem a nőről, de eltűnt. Mintha egy darabot elvesztettem volna magamból. Mivel sehol nem láttam a titokzatos nőt, visszamentem a barátaimhoz, akik mind kérdően néztek rám. Ez meg mi volt? Kérdezgettek. Én csak annyit mondtam. Menjünk gyorsan, mert lekissük a kedvenc koncertem. Már elkezdődött a koncert, én próbáltam önfeledten táncolni, de egyszerűen nem ment. Folyton valami motoszkált a fejemben, és nem tudtam nem azon gondolkodni, ki is ez a nő. Ekkor megtörtént a csoda, és újra megláttam azt, akit egészen idáig kutattam a szemeimmel. Megpróbáltam nem feltűnően oda táncolni a nőhöz, aki a koncerttér szélén állt, és látszólag imádta az Elefánt zenéjét, ami nekem is az egyik kedvenc magyar zenekarom. Amikor már ott voltam, csak álltam, és nem tudtam, hogy szólítsam meg. Elhatároztam magam. Maximum hülyének néz. Szereti az Elefántot? Azt hittem, hogy meg fog lepődni. De nem. Mintha tudta volna, hogy megszólítom. Igen. Már 16 éves koromban is szerettem. Én is annyi vagyok. Mint tépelődsz? Kérdezte érdeklődve, mintha ismert volna, és ismerte volna a gondolataimat. Hát, igazság szerint lenne egy kérdésem, és lehet, hogy nem fogja érteni, de... Na, mondd már. Maga és én rokonok vagyunk, vagy ismerjük egymást valahonnan? Tettem fel végre a kérdést. Igazság szerint én az az ember vagyok, aki te is. Csak az én életem, hála neked, el van cseszve. Hogy mi? Csak ennyit tudtam kinyögni. Annyira fura volt ez a hirtelen stílusváltás, nem is értettem. Aztán eszembe jutott, hogy én is ilyen vagyok. Ezen egy kicsit kuncogtam magamban, de újra bevillant, amit az előbb mondott. Igazság szerint én az az ember vagyok, aki te is csak... Ez nem lehet, szólaltam meg hirtelen, de mikor ránéztem volna, újra eltűnt. A koncertet olyan halkan hallottam, mintha messziről hallgatnám. Valaki megfogta mindkét kezem és berántott a tömegbe táncolni. Próbáltam magam jól érezni és bulizni a többiekkel, de valahogy nem ment. Az egész napom olyan volt, mint egy rossz álom. Már azt vártam, mikor ébredek fel. Aznap többet nem láttam őt, pedig mindenütt kerestem.